A csend hangjai, ezzel a címmel mutatja be a Zalaegerszegi Modern Tánc tagozatos iskola diák csoportja legújabb előadását. A helyszínről Frauenhofer Márta kollégám jelentkezik. Köszöntöm a kedves nézőket! Nagy az izgalom már Zalaegerszegen, hiszen ma délután két alkalommal is bemutatják itt a Keresztúri Dezső VMK-ban a Csend hangjai című táncszínházi produkciót. Hogy miről is szól ez a darab, miről kíván mesélni a nézőknek, azt már maga a rendező koreográfus Szalai Tamás mondja el nekünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az előadás tulajdonképpen egy állapotról szól, amikor már nincsenek szavaink a dolgok kifejezésére. Egy család széthullásának története. Három gyermekes családról van szó, ahol először kialakul a nagy szerelem, aztán a boldogságot követi a válás, és gyakorlatilag az egész produkció arról szól, hogy mit éreznek a gyerekek, milyen hullámvölgyeken mennek keresztül. Ezeket az érzéseket fejezik ki a tánc nyelvén? Így van, kortárs zenére készültek a koreográfiák, amelyekhez egy nagyon szép vizuális háttér társul, amely segíti az egész történet kibontakozását és megértését. Hány táncos vesz részt ebben a produkcióban, és milyen korosztálytől el fel? 22-en szerepelnek az előadásban, nem csak zalaegerszegi táncosok, hanem más társulattal is vannak vendégművészek, a legidősebb 25 éves, a legfiatalabb pedig 10 éves. Ennyit készültek az előadásra? Hát elég sokat készültünk, mert ugye maga a probléma elég érzékeny, több olyan táncos van az együttesben, akik szintén olyan családból jöttek hozzánk, ahol elváltak a szülők, tehát érzékenyen érintett őket a téma. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy ők hogyan élték meg ezeket a dolgokat. Benne vannak a történetben az ő saját észrevételeik, érzelmeik, történeteik is. És hát, mint minden táncprodukciónál, nagyon-nagyon sokat készültünk, mert ugye nem csak a tánctechnikai fejlesztés és annak a bemutatása a cél ilyenkor, hanem az, hogy egy egységes képet mutasson az egész társulat. Úgyhogy sok-sok hónap munkája van a mai előadásban. Azok, akik érintettek ebben a témában, ők most kitáncolhatják az érzelmeiket, de hogyan fogadták ezt a feldolgozást azok, akik szerencsére nincsenek ebben benne? Nagyon pozitívan azt kell, hogy mondjam, mert elsősorban az érdekelte őket, hogy egy ilyen alkalommal hogyan tudják saját magukat megmutatni. Örömmel dolgoztak az előadásban, úgyhogy reméljük, hogy ezt a nézők is fogják majd látni. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, tehát ma Zalaegerszegen 15 órakor és 18 órakor is láthatja a közönség a Csend hangjai című táncszínházi produkciót. Aki érdeklődik ez iránt, nagyon szívesen várják Zalaegerszegre.